korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítására nyert EFOP-os pályázatot a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola. A támogatás összege 60 millió forint, amelyből 600 gyermek vehet részt a művészeti nevelés tematikájú közösségi programokban. A projekt keretében fontosak a szakmai visszajelzések és észrevételek is, amelyek segítik a fejlesztők munkáját. Ez egy óriási pilot program, amiben mi részt veszünk a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és diákjai. A 600 főből 540 gyerek napközi otthonos közösségi programon vesz részt, 60 gyerek pedig bent lakásosban. Most a héten Tiszabecsen indult ez a projekt, és a jövő héten Szamoskéren folytatódik a bent lakásossal. És bizony nem csak Nyíregyházán, hanem a Nyíregyháza környéki településeken, ahol az iskoláknak telephelyei működnek, ott is részt vettek a gyerekek ezeken a fantasztikus programokon. Indultak táborok Tiszavasváriban, Szorgalmatoson, Geszteréden, jövő héten pedig Biriben, Nagykállóban, Tiszaeszláron és ismét Tiszavasváriban folytatódik az egyhetes program. 60 gyermek bentlakásos programokon vesz részt ezen a héten Tiszabecsen, jövő héten pedig Szamoskéren. A programok célja a szabadidő hasznos eltöltése, az informatív és szociális tanulás támogatása, valamint a személyiség sokoldalú fejlesztése és a közösségi élmények megélése. Érdekes dolgokat csinálnak, senki nem maradt otthon, hogy ő ezt unja és nem szeretne jönni, úgyhogy nagyon pozitívak a visszajelzések, nagyon élvezik a gyerekek nem csak a foglalkozásokat, hanem a kimozdulást is, kirándulni voltak az állatparkban, múzeumfaluban, úgyhogy nagyon gazdag programban vesznek részt, művészeti a tematika, úgyhogy drámafoglalkozás, mozgás, tánc, képzőművészet vegyesen, egy-egy témaköré szerveződve, nagyon sokszínűen, gazdagon, úgyhogy nagyon sokféle dolgot csinálnak és nagyon élvezik. A 40 pedagógus mellett 20 közszolgálatos fiatal és 10 önkéntes is segíti a munkát. A projekt 2 évre szól, így az idei tapasztalatokat felhasználva jövőre egy továbbfejlesztett táborban vehet majd részt újabb 600 gyerek. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves, így a következő tanév a jubileum jegyében számos akciót, flashmobot, műhelybemutatót, táncházat és kiállítást is tartogat majd a diákoknak és az érdeklődőknek.